A napokban kerestem valamit a YouTube-on, és rátaláltam az egyik MLM cég rendezvényéről készült felvételre. Hát ott aztán volt minden. Tűzijáték, táncosok, a csúcsvezetők ordítoztak a mikrofonba, ugráltak a színpadon, és mutogatták a fürdőlepedő méretűre felnagyított bónuszcsekjeiket. Volt olyan is, aki beöltözött szuperhősnek, ezt mindenképpen látnod kell. A nézőtéren már mindenki odáig volt, tapsoltak, csillogott az arcuk. Mindenki úgy meg volt motiválva, hogy a falatta a másikat. Én meg arra gondoltam, hogy milyen szerencs, hogy nálunk itt a DXN-nél, vagy legalábbis Európában senki nem akar engem így fanatizálni, mert addig tartana a részvételem bármelyik rendezvényen. Az én fejemben egyenlőségjel van a fanatizált és az ostoba között. És ezért nem szeretném, ha bárki engem fanatizálni akarna. De az biztos, hogy ez a módszer működik, különben nem csinálnák. Ha te sem szereted, hogy ostobának néznek, és ha csak az a kifogásod az MLM ellen, hogy úgy látod, hogy az MLM-ezők fanatizált vámpírokként vetik rá magukat az ismeretségi körökre, hogy mindenkit beszervezzenek, akkor vedd észre, hogy van másút is. Például az Internetwork empatikus hálózatépítési metódus. A network marketing lényege az, hogy elmesélem, ha van befogadóképes közönség, tehát nem minden áron, a jó tapasztalataimat egy termékkel kapcsolatban. Pont. És az már az üzleti modell része, hogy én ezért pénzt kapok. És ha hiszed, ha nem, vannak emberek, akik csak azért nem hazudnak valamit egy termékről, mert pénzt kapnak érte. Nekünk DXN-eseknek az a nagy szerencsénk, hogy a mi termékeink annyira jók, hogy nem kell többnek hazudni őket, mint amik. Az pontosan elég. Szóval nem törvényszerű a parasztvakítás meg a hazudozás, ez nem része a network marketingnek. Ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Tarts velem és váltsunk kasztot együtt!